A horoszkóp azért ilyen hatásos sokak szerint, mert amit leírnak benne, az bármelyik emberre ráillik. Például szerencsés napja lesz, főleg pénzügyekben és a munkahelyén. De hogyan vélekednek önök erről, következő tudósításunkból kiderül. Eltetszik-e olvasni a horoszkópot évelején? Eltoktam, igen. Októberi vagyok. Beszokott-e jönni, amit ott írnak? Hát általában. Legtöbben valósul. A horoszkóp több része van, ugye pénz, szerelem, stb. Igen. Pénz, szerelem. És abból mit szoktak bejönni? Hát például van olyan, hogy pénz, van olyan, hogy szerelem, egészség, minden, a gyermekeimnek a minden. Úgyhogy általában majdnem legtöbb része be szokott jönni. Hisz benne? Egyébként, ha igen, miért? Hiszek benne, igen, hiszek benne, mert tényleg azért mondom, hogy elolvasom meg minden, és megtapasztalom, hogy legtöbb része megvalósul. Úgyhogy tényleg igaz. De újságot nem hordatok. Melyik részébe hisz? A pénz, szerelem, sok része van a horoszkóp. Hát a szerelem az már 71 évesen, az ki van zárva. Hát a pénz, nem, inkább az, hogy a jövőbe mi várható esetleg. Volt már olyan, ami bejött belőle? Igen. És ha igen, mi volt ez a nagyobb? Hát így nem tudnám most pontosan megmondani, de voltak olyan. Hát nem azt, hogy annyira hiszek, de úgy hiszek benne. Hát a tévében is szoktam nézni az ilyen műsorokat, tudományos műsor, hogy a csillagok állásából sok mindent előre lehet tudni. Most legutóbb is, hogy ez is előre volt látható, ez a járvány, meg a háború, a második első világháború. Tehát azért is hiszek benne, hogy a csillagok állásából azért nem 100%-osan, de azért sok mindent tudnak előre. Meg van, amit nem mondanak meg azért, hogy ne essenek pánikba az emberek. El szokta évelején olvasni a horoszkópot? Hát igen, elszoktam. Mennyire hisz benne? Hát sokba. Minden. Általában mindig bejön. Mi szoktak bejönni belőle? Hát általában az életnek, hogy mit, hogy kell csinálni. Évelején el szoktam olvasni a horoszkópját? Természetesen nem. Miért nem? Én személyre szabott horoszkópom van, amit asztrológus csinált, és én azokat szoktam, vagy azt szoktam bújni. Nem csak évelején, hanem folyamatosan az évközben. Mindig találok benne valami új felfedezni valót. Mik szoktak bejönni? Általában minden. Tehát különböző életterületekre vonatkozó tanácsok, illetve információk. A horoszkóp az azért nem egy jóslás, tehát nem úgy kell rá tekinteni, mint egy varázsgömbre, hogy akkor majd megtudom belőle a pontos jövőt. Jellemvonások, személyiség jellemzők vannak benne, különböző életterületeket mutat be, ami általában azért nálam be szokott jönni. Nem vagyok asztrológus, foglalkozom vele, nagyon érdekes területnek. Az egy olyan reál tudomány véleményem szerint a matematika vagy a fizika.